A József Attila megyei és városi könyvtár a környezeti nevelés és a környezettudatosság jegyében 2010 óta folyamatosan fejlesztette tevékenységeit és szolgáltatásait, amelyek a hagyományos könyvtári eszközök mellett rendhagyó módon is szolgálják az ökoszemlélet népszerűsítését. Mi 2010-ben kezdtük el a könyvtárunkban az ökológiai programunkat, és az ökológiai programunk egyik része, az ökoesték sorozat. Hát a pandémia miatt ezek az előadások úgymond elmaradtak, de 2010 óta, ez most a mostani lesz a 96. Az ökoestékben úgymond holisztikus megközelítéssel próbáljuk feltérképezni azt, hogy mennyi fajta vélemény van a fenntarthatóságról, a környezettudatosságról, illetve milyen kérdések vannak az emberiség előtt. Erre kötelez bennünket a 2018-ban nemzetközileg elismert zöldkönyvtári díj. Öko részlegünk van, öko olvasótáborokat szervezünk, öko bibliográfiánk van, tehát a környezettudatosságban különféle sajtócikkeket válogatunk, és az megtalálhatók a honlapunkon. Az eseményen a Rózsák királynőjének Mágikus kertje című kötet bemutatására is sor került, amely a magyar ősvallás, a származás és nemzettudat útját taglalja Boldogasszonytól Máriáig. Ez a könyv ihletettsége 2013-ban elindult, és 8 év után érlelődött be. Ennek van egy nagyon érdekes spirituális és számisztikai története, mert 8 évet pihent, az Boldogasszony száma, ez az esztendőnk 5-ös, ez Mária száma, és ráadásul rák évben vagyunk, ami a születés csillagképe, és rákhavában lett kész júliusban. A megjelenése pedig pontosan Szűz Mária születésére, de szeptember 8-ára. Nem csak őstörténeti vonatkozások vannak benne, ráadásul olyan történeteket villant fel, amiről úgymond még az őstörténelmünket érdeklő nagy közönség sem nagyon tud.